Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Akáció, kedves hallgatók, az évadban itt a nyári napsütésben utolsó előtt. Nyári, élőt. Nyárit mondtál? Nyárit mondtam. Hogy köszön a nyári? Hello. Utolsó előtti adásunkhoz érkezett. Sziasztok, szervusztok, viszlát. Oleg. Van egy kis sorozatunk, és akkor itt elszámolnánk a wrestlivel, a maradékkal. Marek Koterski szinkronizált filmjei közül az időben első 1995-ös, az önkényes mérvadóban utolsó adás filmje, egyben az önkényes idei évadának utolsó előtti adása. Ebben a filmben ugye foglalkoztunk Adás békesség. A 2005-ös Mindannyian Krisztusok vagyunk című filmjével, illetve a korábbi és egyben legviccesebb, persze ez nem feltétlenül elvárás, a Bolond egy napja című filmjével, és amivel most szeretnénk foglalkozni, az a Nem vagy te intéző című 95-ös alkotás. Ez a harmadik és egyben utolsó Marek Koterski film, ami magyar szinkronnal napvilágot lát. Ott, ebben a szokásos névvel élő főhősnek, Adásnak, vagy Adamnak ezúttal nem az alkohol teszi nyomorultá az életét, hanem talán az, hogy az anyja lányt szeretett volna. És hát nem tudom, ez egy film talán arról, hogy milyen örök másodiknak lenni. Ezek különböző tematikájú aspektusai az Adási létnek. A Bolond egy napja az Adás és a kényszer neurózis tárgykörét dolgozza fel. A Mindannyian Krisztusok vagyunk, az Adás és az alkoholizmus tárgykörét dolgozza fel. Ez a film a Nem vagy te intéző, amiről ma beszélünk, ez pedig Adás és a nők kapcsolatát dolgozza fel. Mindenképpen minden film úgy tűnik, hogy a szülőktől kapott valamilyen teher, ami a generációkon át levakarhatatlan, és valószínűleg, ha gyereked van, akkor továbbadott teher. Meg ezek függőségek, tudod. A kényszerneurózis az a folyamatos függőség minden iránt, amit éppen a kávé kortyai iránt, a fogmosás során a mozdulatok száma iránti függőség, aztán az alkoholizmus iránti függőség egy komplett filmdráma képét öltötte, és most pedig hát a nők iránti függőség, mert hát ez is egy függőség, és Adásnak ez is az élete függősége és az élete csődje, úgy, ahogy a másik kettő. Lehet, hogy a nők iránti függőség valójában a férfiasság iránti vágya, hogy ő valóban férfiasan lépjen föl, amiből következnek ez a nők jelenléte. Mind a három film egy pszichoanalitikus, legalábbis pszichoanalitikus megközelítésben, vagy hát vulgár pszichoanalitikus megközelítésben egy fixációról mesél. A Nem vagy te intéző a genitális fixációról, a Mindannyian Krisztusok vagyunk az orális, illetve az orális fixációról, míg a Bolond egy napja. Bolond egy napja pedig az anális fixációról. Ami ugye a kényszerneurózis gyermekkori előképe, a túlszexualizált lét az ugye a szexualizált gyermek, vagy a szexust a helyén kezelni képtelen gyermek, vagyis a szexualitásában megalázott és kisemmizett gyermek genitális fixációjáról mesél, míg a Mindannyian Krisztusok vagyunk, ugye az orális fixációról, vagyis arról az emberről, aki folyamatosan dönti magába a sört és a rövidet. A sört és a rövidet, amit ugye ő a gyermekként, anyatejként nem tudott magába önteni, vagy hát fogyasztani. Itt a karakter én úgy éreztem, hogy egy szerencsétlen balfék. Valójában egy költői túlzás az elején, amit megfogalmaz, hogy mindenben második lett volna, vagy bármiben is második lett volna, maximum, ha ketten voltak. Tehát ezt korrekt módon úgy mondják, hogy utolsó. Még a lépcsőházban is ráalszik a villany. Ami tudod, valahol szórakoztat, és mindig ott dereng körülötte, de nem sejtelmesen, hanem nagyon konkrétan ennek a szomorúsága. De hogy miről szól a film? Szerintem arról, hogy hogyan próbál felnőni
nőként még a halála előtt férfit faragni magából egy ilyen középszerű hülye, és hogy sikerül-e ez, és az életére és magára is úgy hivatkozik, hogy a vicc. Igen, illetve szerintem mind a három film ugyanazt az egy témát járja körül, a lengyel értelmiségi bereszervülése, illetve bereszervülési képtelensége, beleintegrálódási képtelensége a lengyel történelembe, ami épp ezekben az években csap át a diktatúrából a demokráciába. És mind a három egy-egy kudarc történet, és mind a három arról mesél, hogy az értelmiségi létforma nem tud igazán integráns lenni egyik történeti szituációban sem, valami mindig hibázik, valami mindig félremegy, és valójában az a kultúra, amit ez a három figura, a három alternatív univerzumban, mert ugye Adas mindegyik történetben más karaktert alakít, más előtörténettel, más hogy mondjam, előzményekkel. De ugye költő, irodalom professzor, illetve itt filmrendező, itt most filmrendező szakon végzett. De mégis van egy csomó dolog, ugye, ami ugyanakkor ugyanolyan, ez az általános szerencsétlenség tudat, ez az állandó depersonalizációs élmény, és a legfontosabb az előzményúja az anyával, ami mind a három történet esetében tragikus és borzalmas, és nagyon nehezen elmesélhető. Ez a film, ez a három közül a legelső, ez még 1995-ben készült, míg a későbbiek azok 2002-ben, meg 2006-ban készültek. Ez a film, ez azért is lóg ki a sorból, mert itt nem a csodálatos Marek Kondrát játsza Adást, hanem Cezári Pakura, vagy Pazura, igen. De Marek Kondrát feltűnik a filmben. Igen, de Marek Kondrát feltűnik a filmben. Valószínűleg még a rendező sem volt tisztában azzal, hogy ki is az ő Adása úgy igazán. És még kereste az Adást, hogy kiből bomlik ki jól az Adás, és itt a Marek Kondrát még egy mellékszereplő. De a figura alapján abszolút rá lehet ismerni erre a önbizalomhiányos, végtelenül szeparált, elszigetelt, és az önmaga értékelésében rettenetesen sérült figurára, aki tulajdonképpen a rendező. Nem értjük félre a helyzetet. Már megint a kettes szám. Mindig mindenhol második. Még ha valahol első voltam, akkor is másodiknak éreztem magam a életben. Ő az, aki a kettes számmal a lábujján kerül a hűtőládába, vagy hova. Ahol a prefektúrára. Igen, a korboncnok kihúzza a hűtőből, és egy kettes szám lóg a lábujján. Ő mindig mindenben második volt az egész életében. És hát az ő karrierje is arról szól, hogy ő tulajdonképpen filmrendezőnek készült, de soha nem vált belőle igazi rendező. Amikor aztán megkapta a lehetőséget, hogy az egyetlen filmjét elkészítse, abból is ki kellett vágni azt a két jelenetet, ami miatt az egész filmet leforgatta. Mert, és hogy ugye arról is szól, hogy az a vicces ebben, itt most megint egy vígjátékról, jobban mondva egy filmszatíráról beszélünk. Hát a Bolond egy napjához hasonló a műfaja ennek, ellentétben ugye a Mindannyian Krisztusok vagyunk, sűrű, nyomasztó, keserű drámájával. Az a legsötétebb ebből a háromból, azt hiszem. Igen. És amivel most foglalkozunk, az a középső. Igen, én azt hiszem. Szerintem viszont ez a film vállal a legkevesebb szolidaritást a hősével, illetve ez állít ki a legsötétebb bizonyítványt a film főhőséből. Talán mert ebben a drámában érintettek a legkevesebben. Tehát itt az első 5-6 percen kívül nincs utalása arra, hogy az anyja második gyereknek lányt szeretett volna, ezért rózsaszín ruhákba öltöztette és babáztatta. Azért ez egy nagyon tragikus olyan előzmény. Sokan ettől nem szenvedünk, mint az alkoholbetegségnek a szinte leállíthatatlan tovább öröklődéséről. Igen, csak szerintem a másik két figura esetében, vagy a másik két Adás esetében több kapaszkodót kínál a rendező arra, hogy megértsük a főhősünket, illetve részvétet érezzük, vagy sajnáljuk őt. Itt egyébként tulajdonképpen erről akartam az imént is beszélni, hogy furcsa módon a másik két film is számtalan szempontból aktuális, de ez az első alkotás, 1995-ös Nem vagy te intéző, meglepően jól reflektál a jelenre. Nyilván szándékolatlanul, hiszen Marek Koterski nem láthatta, hogy
hogy mi fogja tematizálni a hétköznapjainkat 2021-ben, de nagyon érdekes ugye ez a családi előzmény a kislánynak nevelt kisfiúról, hiszen ugye, a jelenben is nagyon sokat beszélünk a nevi identitás válságról, illetve a transzneműségről, vagy a biológiai és a társadalmi nem elválásáról, és ő valójában ennek a terhétől szenved, de egy ilyes formán lett ő megnyomorítva, hogy kislánynak van nevelve, holott egy heteroszexuális cisznemű kisfiú. A másik ugyanilyen probléma pedig az ő, hogy milyen hópihe természete, vagy felnőni, vagy a képtelensége arra, hogy felnőjön. Tehát ilyen értelemben szerintem a jelen 20 évesei nagyon sok, ráismerhetnek egy csomó problémájukra, ami adást is jellemzi a 90-es évek közepén. Ott van az ő értelmiségi attitűdje, amit egyébként ő számtalan ponton leleplesz, hogy mennyire hamis, mennyire hiányos, és mennyire nem tekinthető annak, aminek be van állítva, hiszen nem olvasta el a kötelezőket, hiszen... Jaj, de szép monológ az, igen, ahol megvallja, hogy milyen kevés munkát fektetett ő abba, hogy művelt ember legyen. Hogy semmi egyebet nem akar, mint sikert, pénzt és csillogást, mert ugye valójában ezért is akar filmrendező lenni, ezt elmondja a film elején, mert a filmrendezők nagy autóval járnak, gazdagok és sok nőjük van. És hogy valójában semmit, tehát a sikerért valójában nem tud megtenni semmit, mindent elront, önmaga gyerekkori árnyékában létezve próbál tulajdonképpen megúszni mindent, és igazából egyetlen egy dolog érdekli, ez pedig a szex. Most hogy állok Isten elé? Vagy netán az Istenek elé? Mit képviselek én most, amikor már nem vagyok? Egy humanista, latin és görög műveltség nélkül. Egy intellektuál, angol tudás nélkül. Maximum egy kevés orosz, és ha minden kötél szakad, egy dankesőn. Egy félig átnyalazott klasszikus remekírók sorozattal a hátam mögött, amit már akkor nagyon untam. A Bibliát sem olvastam, Proustot épp csak elkezdtem, Joyce-ról nem is beszélve. És ez a sok film és színdarab, amit nem láttam, vagyis amit nem adtak a tévében. A fölépítetlen ház, az el nem ültetett diófa. Én azt hiszem, hogy ez az értelmiségi létnek a csúcsa. Amikor az értelmiségi megvallja, hogy mennyire nem az, aminek nézi őt az összes többi társadalmi osztály, meg aminek benézi őt az összes többi értelmiségi, mindaddig, amíg demonstrálod azt a hazugságot, ami az értelmiségi reprezentációdat képezi, addig nem vagy igazi értelmiségi. Az igazi értelmiségi megvallja, hogy nem az. És mindaddig valójában szélhámos, amíg az értelmiségiség látszatát fönntartja. Igen, de ő úgy imposztor, hogy valójában tényleg nem érdekli semmi. Tehát a film felé azt gondoljuk róla, hogy ő egy meg nem értett művész, egy zseni, valójában ő is ezt gondolja magáról nagyon sokáig, akit valamiért a sors elátkozott, vagy elpártoltak mellőle az istenek, és egymást érik az életében a szerencsétlenségek. De aztán a film kétharmadára, hogy az ember kezdi megértni ezeket a szerencsétlenségeket, valójában ő idézi elő pontosan azért, hogy végül megúszza az alkotást. Hiszen az ő egyetlen műve, az egyetlen alkotása, az a bizonyos jelenet, amit hát nagyon nehéz így tekintettel a délutáni időpontra jól körülírni, vagy nem körülírni, de hogy a Rubi is ugye már elmondta, hogy a végén ugye ki is vágják a saját filmjéből. Nagyon felnőtt jelenetet forgat a filmben művészi céllal, de hát nagyon felnőtt. Egyik nevetségesebb, mint a másik. Teljesen szánalmas, amúgy jön a szenzor, és mondja, hogy hát én kiengedem ezt a filmet, de azt a két jelenetet ki kéne vágni. Ami miatt az egész filmet leforgatta. És erre ment ki az egész. Ez volt az ő nagy művészete. Ezért mondom, hogy a jelennel kapcsolatban igenis van hogy mondjam, vagy van átjárás, mert a jelen generációját is sújtja az a probléma, amit ugye a túlzott individualizmusból fakad, meg abból azokból a marketing állításokból, hogy különleges vagy, hogy nagyszerű vagy, hogyha ráadásul az ő előtörténete is a nagyszerűségre predesztinál, hiszen a filmvészeti egyetemen még azt elmondja, hogy jeles eredménnyel végzett, mindenki azt várja tőle, azt reméli tőle, hogy ő fogja megújítani a lengyel filmet, de hát jól érezhetően valójában ő csak egy kisfiú, akit továbbra is csak még mindig ugyanaz az egy dolog érdekel, a nők. És hogy azon belül is, hogy mondjam, annak a nagyon tárgyasított része. Szóval, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy ő folyamatosan egy ilyen be nem váltott ígéret, a nagy lehetőség, ami mellett elúszik lassan az idő és a történelem, holott csak azt kellene belátnia, hogy nem különösebben tehetséges, és elég lenne megelégednie azzal, ami
egyáltalán ami a filmszakmában neki. Dolgozik. Egyáltalán a filmszakmában az dolgozik, valami. Igen. Segédrendezőként, rendezőasszisztensként. Felépítik ezt a szegények hídakváj folyónját, amivel az a feladata a tűzszerészeknek, hogy robbantsák fel. És addigra már virágos, hogy egy szerencsétlenről beszélünk, és biztos, hogy a híd előbb fog fölrobbanni, mint hogy egy kamera is elindulna. Akkor megérkezik az ilyen TSL-nök jellegű gyártásvezető, nyilvánvalóan pártpénzből forog a film, és az ő kérdezősködésére való ez megfelelési kényszer. Ez már rendszerváltás után van, de még tudjuk, hogy ez még egy ilyen... Igen. A ballonos irodista, aki egyáltalán egykori mi ez, kommunista. Hogy a gyártásvezető így ünnepi alkalom, hogy kilátogat a forgatás helyszínére. Tehát, hogy ez... Na mindegy. Ez valójában a producer. A producer csak akkor még így hívták. Ugyanez történik meg az ő saját filmjével. Az, amikor a két jelenet kivágódik, az a... hogy mondjam, a híd felépítése elvitte a film büdzséjének az egyharmadát. Az ő felnőtt filmes két kis művészi betétjéhez gyártott ilyen segédeszközöknek az előállítása az olyan szinten ment, mint a Q-val a James Bondban, hogy ilyen trükkös dolgokat hoznak létre, azzal ment el az ideje egyharmada, és ugyanúgy használhatatlanná válik a filmben, mint ahogy bárminek a harmada az ő kezében semmit nem ér. Igen, és a nagy ötlet ugye az, hogy hogyan csempész szembe az egyébként nyilván tök érdektelen filmjével pornográfiát úgy, hogy a valódi nemi szerveket azokra tökéletesen hasonlító filmes eszközökkel legyártott művaginával és műpénisszel helyettesítse. És ez erre megy minden energiája és minden művészi alkotó ereje. Egy olyan férfiról van szó, akit gyerekkorában az anyja kislány ruhákba öltöztetett, és a kezébe nyomott egy babát, hogy akkor most játszódjál. És amikor átöltöztette, és véletlenül megpillantotta a kisfiúnak a fütyülőjét, akkor csak annyival kommentálta ezt, hogy fúj. Na hát, és ez az elsődleges gondozód. Na most milyen lesz a viszonyod a szexualitáshoz? Milyen lesz az életedben a viszonyod a nemiséghez, a nőkhöz, ennek a birtokában, az Freudtól tudjuk, hogy minden férfi, vagy hát talán már az Oidipusz királyból tudjuk, hogy a férfiak az anyjukhoz, a nők pedig az apjukhoz vonzódnak, persze áttételesen az életük során. Na most az, aki az anyjától ezt a megvetést kapta gyerekkorában, kifejezetten a nemi szervére vonatkozóan, vajon hogy lesz képes viszonyulni az ellentétes nemhez? A filmnek nagyon-nagyon sok Woody Allenre emlékeztető jelenete van. A szex jelenetek annyira viccesek a filmben, hogy elképesztő, és mind untalan újra meg újra a nyomorult adásnak a kudarcaiból a Woody Allennek a figurája rajzolódik ki. A fogdapénzt és fusból a Virgil Starkwell szinte lépten nyomon megidéződik. Akár ezekben a szex jelenetekben, ahol hát soha nem úgy sül el a dolog, mint ahogyan ő az ábránd világában elképzelte. Ő végtelenül romantikus. Végtelenül romantikus, és minden nő eltiporja. Minden egyes nő, hiszen minden egyes nőből azt hozza ki, amit annak idején az anyjából, egy fújt. Ez a fúj, ugye, mint kasztrációs elem is ugyanaz, amikor a végén a filmből kivágják azokat a jeleneteket, amikor végre előkerülhetne az a valami, amire az anyja csak annyit mondott, hogy fúj, és akkor ott meg az átfelelő bizottság közli vele, hogy fúj. De kifejezetten az az embernek az érzése ezzel a Kotárszkivel kapcsolatban, hogy ez a lengyel Woody Allen, ez a filmnyelv, ez a szatírának ez a jellege, és ez a hallatlan, sosem látott mértékű önirónia, az, ami képezi ezt az érzetet. Szörnyű hajnali órán születtem, azóta irtózom is a hajnali szürkülettől. Azok a hülye nővérkék órákig benne hagytak a piszokban, csak bömböltem és dörzsöltem a sarkaimat egymáshoz, míg sebesek nem lettek. Aztán a helyükön csillag alakú sepphely maradt, ami azonban sem a kommunizmusban, sem a demokráciában nem volt előny. Mióta az eszemet tudom, a szüleim folyton szivakodtak egymással. Az első veszekedésük, aminek tanúja voltam, az volt, amikor a nevemen kaptak össze. Ádám, Ádás. Mihály. A Mihály nekem is jobban tetszett volna. A francba is. Gyűlölöm ezt a nevet. Ádás, a francba is. A Mihály nekem is jobban tetszett volna.
mondja Adás, de ez egy elszalasztott lehetőség, és valahogy az egész Adásság egy ilyen elszalasztott lehetőség. Egy másik sors Adásnak nyilván jobban tetszett volna, egy másik anya Adásnak nyilván jobban tetszett volna. Vagy ha kislány lehetett volna. Adás. Egy másik nem, vagy egy másik Lengyelország Adásnak sokkal jobban tetszett van volna. Van ebben egy ilyen József Attilás attillátlanítás, nem? Hogy tagadjuk az ilyen, ez túl különleges név, nem ismerjük az az identitás alapjait romboljuk szét és verjük szét ilyenkor. És úgy, hogy egyébként meg neki a nemi identitása férfi maradt és heteroszexuális, tehát itt érdekes ugye, hogy itt a filmtörténetben van egy ilyen utalás erre, hogy bármennyire is próbált az anyja összebarbízni, ez az ember ez olyan lett, mint ami ennek született. Mert csak nem így hogy, megy. Csak nem hogy így szerencsétlen megy. Lett és puhány és félretolható és bárki által átgázolható. Igen, de szóval, hogy nem így megy a dolog, hogy egy gyereket beöltöztetnek lánynak, ránéznek, mármint a konkrétan az anyja, tehát az elsődleges gondozó a legfontosabb az életében, ránéz a nemi szervére és azt mondja, hogy fúj, és nem homoszexuális lesz belőle, hanem egy nagyon sérült heteroszexuális, és ennek a fényében kéne megijednünk az érzékenyítő mesekönyvtől, hogy az aztán majd homoszexuálisá teszi a kölyköt. Az életre valósága neki olyan, mint amire azt szokták mondani, hogy kis mama kedvence. Csak ez az ő esetében ez túlzás, hiszen pont, hogy nem a mama kedvence. Mert ő nem ilyen második gyereket annyiban szeretett volna, amennyiben elfogadja, hogy kislány. Nyomon éreztette is. De az a kislány, aki ő, az viszont a mama kedvence. Ezt akarom mondani, hogy amennyiben elfogadja, hogy kislány, annyiban a mama kedvence. Aha, aha. Ezt viszont azért, hogy az anyát szeressen. Amennyiben akkor. Viszont kisfiú, annyiban az a mama szégyene. Én tényleg meg kell kérdeznem, hogy minek vállal gyereket az, aki nem tudja szeretni. Hogy bármilyen is lesz az, amikor lányt vállal, csak fiú lett. Szerintem ez a film abban is forradalmi, hát nem forradalmi, hiszen nem a jelenben készült, mármint hogy nem, ez a gesztusa sem forradalminak szán, de ugye mind a három filmben az anya az elsődleges, a bűnök elsődleges forrása. Ma már ez a narratíva ugye helytelen, vagy legalábbis mellőzött, félretett. Ma ugye mindig a, vagy most legalábbis a férfiak bűne az, ami... Erőszakos apa. Az erőszakos apa, az erőszakos férj, akitől a gondok javarésze származik, és a nő szinte minden helyzetben áldozat. Nem is kéne legyen egy fő narratíva, vagy legalábbis hiszen mindkettő folyamatosan előfordul, és ki tudja hány emberrel. Most nem akarom azt mondani, hogy az emberek többsége kicsit traumatizált, vagy hogy a traumatizált emberek fele valószínűleg nőtől, a másik fele férfitől. Engem csak az lepett meg, hogy amikor ezt a filmet egész pontosan még láttam valamikor a 90-es évek közepén, akkor nyilván ez a mozzanat egy pillanat, egyáltalán nem tűnt, hogy mondjam, nem magától értetődőnek, míg a jelenben az, hogy minden három filmben az anya jelenik meg a probléma forrásaként, vagy a megnyomorítóként, az ma már kifejezetten üdítőnek, vagy furcsának, vagy meglepőnek, vagy akár talán ez túlzás, de forradalminak hat. Uh-huh. Vagy ellenforradalminak? Vagy ellenforradalminak, igen. Én egyébként azt is nagyon szerettem, hogy ahányszor filmet forgatnak, mindig a második világháborúról van szó. Tehát közben a lengyel identitás forrása is mindig, tehát az egész film, hogy mondjam, ilyen tőrölmetszetten freudiánus vagy analitikus, és miközben a saját identitását keresi a főhős, a közben Lengyelország próbálja a saját identitását megtalálni a rendszerváltás körüli években, amit semmi másban nem tud megtalálni, mint a 126. filmről, ami arról szól, hogy a második világháborúban hogyan árult el Európa, hogyan árult el a két nagy hatalom Lengyelországot, mármint a Szovjetunió és a náci Németország. Osztotta fel, és Adás még ebbe se tud valahogy beleállni. Tehát még ezt a narratívát sem képes komolyan venni, és sikerül még ezeket a pillanatokat is elrontani. Ezeket a katarzisokat is valahogy meghekkelni és elrontani. Néhány évtizeddel ezelőtt kitűnő eredménnyel lediplomáztam a filmművészeti főiskolán, amiért a vezetőktől egy lakást kaptam jutalomképpen, minek következtében már majdnem 20 éve élek Lucsban, az egyetlen városban a világon, amit gyűlölök. Húsz éve úgy érzem, mintha kiküldetésben lennék itt. 20 éve pusztít ez a rák, amit Lucsnak hívnak, mint egy számüzetés. Ez az a hely, amire azt mondják, hogy egy rossz kutyát kár ide engedni. Hogy elmondja, hogy 20 éve él Lucsban az egyetlen helyen, amit gyűlöl? Hát ha 20 éve ott él, hány helyet látott egyébként? Bárhol élne 20 éve, lehet, hogy azt a helyet gyűlölni. Nem Lucsot gyűlöli,
hanem hát az anyját, az. Csak az nincs megengedve. Az anyját nincs megengedve, hogy gyűlölje, tehát Lucsó gyűlöli, mert az megvan engedve. Uh-huh. Ugyanakkor, mint mind a másik két filmben is, itt is állandó visszatérő elem a lift, és ami még talán fontosabb, a kutya. A kutya, mint az oktalanul csaholó ebb, amelyik annak ellenére az ember legjobb barátja, hogy nem tud felnőni ahhoz, hogy a barát és az ellenség megkülönböztető rendszer a fejében egyáltalán nem működik. Tehát mindenre ugat, vagy semmire. Hát nem képtelen arra, hogy megítélje azt, hogy ki az a betörő, és ki az a családnak a barátja, hanem össze-vissza ugat mindent. Miért kellett az embernek ezt pár százezer évvel ezelőtt maga mellé vennie? Ezt a szörnyűséget, amelyik oktalan, és csahol, és még csak haragudni se lehet rá, hisz oktalanul csahol. A kutyák intézték ezt valójában évtizedekkel ezelőtt. Szépen megbeszélték, hogy vigyük vissza a botot, és egy pár ezer év és a kakinkat is össze fogják szedni. És úgy lett. Ennyiről van szó. A film alkalmaz néhány, hát úgy mondanám, hogy szex jelenetet, de hát nem nevezhető annak, csak sok jó indulattal, ami azt gondolom, hogy most taszította le a trónjáról a Négyzet című filmben látható szex jelenetnek a szánalmasságát a koronájával együtt. Amikor a felesége, az elvált feleségével talán újra lefekszenek, és így a nő azt így felajánlja, hogy akkor most kicsit akkor így békülgetünk egy ilyen kört, hogy akkor így lefeküdnénk, és a fickó teljesen háttal van, amíg a nő lefekszik, azzal van elfoglalva, hogy a kinyitható kanapét kinyissa, a kockás élekre megvasalt lepedőt akkurátusan elterítse, majd egy ilyen harmonikaszerű képződményt csináljon a paplannak abból a részéből, ami túllóg az ágynak a szélességén, jól elhelyezze a párnákat, és ilyen vigyáz állásban lefeküdve várja, hogy mi lesz, majd megjön a feleség, aki szemmel láthatóan a válásuk óta némileg felnőtt ebben a témában hozzá képest, és így az első érintéstől gyakorlatilag túl is vannak a bármilyen teendőn, de az ágy az nagyon jól meg lett ágyazva. Egyébként érdekes itt is az a feleség, illetve a fiúval folytatott viszony, a feleséggel, a kislányával, illetve a saját fiával folytatott viszonya. Ugye fogalmaz már át úgy, hogy értsük, hogy velük fenntartott kapcsolata, vagy de ne az legyen, ja, igen, mintha bocsánat, velük is igen, nem erről van szó. De tulajdonképpen úgy sem volt teljesen helytelen, ahogy mondtam. Hát végül is folytat velük valamiféle viszonyt, emberi viszonyt, hát nem kell feltétlenül szerelmi viszonyra gondolni. De hogy igen, ahogy egyébként a korábbi filmekben itt is a feleség figurája is a kettes számú kasztráló, aki képtelen őt férfiként komolyan venni, de érdekes motívum, hogy itt a lány is az. Tehát a körülötte lévő minden nőnemű egyed valamiféleképpen kasztrálja ezt. Gyereke a férfit is Bélának tartja. Ugyanakkor, ahogy a korábbi filmekben is szóba kerül az, hogy a fiával való viszonya az egyetlen emberi kapcsolata, itt is megfigyelhetjük, hogy a fia az egyetlen, akit őt valahogy valamilyen formában, de azért néha bizonyos pillanatokban igyekszik komolyan venni. Tehát ha ez sem egy kiegyensúlyozott viszony, de legalább valamiféleképpen, hogy mondjam, nem annyira érzelem szegény, mint a másik két kapcsolat. Valamilyen együttlétet azért produkálnak a volt feleséggel, és abban próbál Adás is valamennyire részt venni. Tehát világos, hogy a feleség el tudja vinni a hátán ezt a történést, akár egyedül is, és amikor azért Adás próbál így hozzáadni a jelenlétével, akkor a feleség mindig csak rászól, hogy ne zavarj! De hogy ez szex közben. Igen, ne zavarj! A Robi az előbb szóba hozta a Woody Allen filmeket, és tökre értem ezt a párhuzamot, és tulajdonképpen igazat is adok neki, csak engem mégis elfogadt egy ilyen rossz érzés, miközben a Woody Allen járt a fejemben, hogy azért más a környezet, és más a hogy mondjam, a... Terheltebb a történelmi millió. Tehát, hogy a Woody Allen filmeknek azért megvan az a sajátja, hogy igen, Woody Allen neurotikus, igen, egy csomó személyes gonddal küzd. De mik az igazi traumái? De... Az, hogy egy
hullámvasút alatt volt a házuk, és mindig rengett. Igen, meg hogy az apja sosem árult el, hogy tulajdonképpen taxis, meg hogy hatan voltak testvérek, és míg a szomszéd kisfiúnak meg tudta venni az anyukája a gonoszok rémének titokrekeszes gyűrűjét, addig neki nem. Ehhez mind képest, a Virgil Starkwell. Nem, ez most egy csomó Woody Allen-i karakter egyben. Most a Rádió aranykorát is idéztem. De azért a helyszín mégiscsak az Egyesült Államok, mégiscsak a lehetőségek hazája, ahol Woody Allen végül egy sikeres filmrendező lett. Pedig Brooklyn nem tágul. Meg Brooklyn nem tágul, igen. És azért az ő neurózisa inkább egy ilyen egzisztencializmus, egzisztencialista dráma, mint sem a közvetlen környezeti vagy családi hatásokból eredeztethető, igen. Viszont a Woody Allen, azt hiszem, hogy pont emiatt minimális mértékben közéleti. Hát ő neki a közélet ügyeivel, a politikával, meg az eszmevilággal nagyon távoli, szinte érintőleges, és nagyon ironikus a kapcsolata. Nem veszi komolyan. Míg a helyzet az, hogy ezt Brooklynban lehet, hogy megengedheti magának egy értelmiségi, hogy ne vegye komolyan a társadalmi, kulturális, politikai realitásokat, meg környezetet, amiben él. Ez sajnos egy olyan terhelt régióban, mint amilyen ez a Közép-Kelet-Európa, vagy Kelet-Közép-Európa, szóval, hogy a félperiféria ez nem engedheti meg magának senki. Egyszerűen itt túltermelte magát a történelem, míg Brooklynban én azt gondolom, hogy az utóbbi 60 évet átaludhatta valaki anélkül, hogy a történelem megérintette volna. Stefa, nézd már meg, a fene essen bele, nem akar fogni ez a fúró. Nem tehetek róla. Én is kénytelen vagyok harapófogóval nekiesni ennek, és még azzal sem egy. Sajnos félbe kell hagynom. Amint látja, nem boldogulok. Túl kemények a fogai. De ennek már nem szabad fájnia. Mit csinál az Istenért? Olyan hosszú kiálló fogai vannak, leszedek belőlük. Hát, mégis mit képzel, ezek egészséges fogak, nem? De igen. Mégis mi vagyok én, kísérleti nyúl? Nem rossz kérdés. Akkor válaszoljon. A fogai még csak-csak. De hát a modora, tudja. Most vágott le a fogából, plusz félbehagyta a kifúrt, betömetlen fogát, de a modorára panaszkodik a fogorvosnő, miközben éppen rágyújt a rendelőben. És ennek a jelenetnek az elején kijön egy idős nő a fogorvostól, és panaszkodik a váróban, hogy hát ez belefúrt a fogába, de nem tömte be. Meg voltam róla győződve, hogy a bolond egy napja mintájára itt most a hülye öreg nő lesz a téma. Akinek ilyen kényszerképzetei vannak, hogy a fogorvosnő nem végzi rendesen a munkáját, majd persze adásba megy, és a saját szemem látára valóban az a nő rendszerint kifúr egy fogat, majd azt mondja, hogy túl kemény, és nem fejezi be, és elküldi onnan az embert, mert hát a baja lesz a fúrónak. Szerintem ez nekem legalábbis ez a szovjetizált egészségügy allegóriája, vagy az azzal való találkozás, ami nem a népért van szemben azzal, amit állít magáról, hanem ugyanúgy uniformizál. És hogyha nem működik a fúró, akkor mert túl puha, mert rossz anyagból készül, tehát ugye a szocialista iparban ez gyakran előfordult, akkor nem az a megfejtés, hogy a következő fogat már nem fúrom ki, hanem a következő fogat is ugyanazzal a szartulóval próbálom. Csak jön majd egy puha fog. Ugye, nem is csak ez, hanem hogyha nem tudom elvégezni, amiért jött a páciens, ami a panasza, akkor hát leszedek azokból a csúnya túllógó fogakból. Hát mert ott is ugye, igen, azt is uniformizálom, hiszen túllógtak. Nem voltak olyanok, mint amit ugye a szocialista, nem tudom, fogászati morál várna az emberi fogsortól. A feleségem fiúkjában a fiam egy kérdőívet talált, külföldi állampolgár felesége részére. A nejem a barátnőjétől kapta kölcsön a Siker magazint, egy üzletember feleségétől, akivel együtt jártam a bölcsészkarra, de őt kirúgták onnan, azért telik neki ilyen képes újságokra. Mit jelent ez? Ja, ez, ha jön valaki érdekes, akkor elválok tőled és elutazom vele. Kivel? Hát vele. Mindegy, hogy ki az, lehet akár arab is. Elegem van már ebből a nyomorból. A nejem iskolában tanít. Mi az már, engem nem szeretsz? Hogy mi? Nem értette, miről beszélek. Na és a gyerekek? Őket is viszem.
És ha nem egyezem bele? Akkor itt hagyom őket. Mindegy. Akkor miért nem válunk el most rögtön? Felőlem? Csodálatos dialógus. Nem, már nem engem szeret. És nem érti a kérdést. Mikor szerettelek? Soha nem szerette. Igen, meg egyáltalán van még bármiféle relevanciája ennek a kérdésnek most itt ebben a pillanatban? Mennyit költ rátok egy átlagpasi? Átlagpasi az milyen? Megvan a kac videóból az a botrányos, rettenetes nőszemély ott a bazilika tövében kiállítva? Vivian? Vivian asszony? Nem, de hát mit tudom én, hasonló iskola. Ugyanaz a sportág. Igen, ugyanakkor a film vége fele azért kiderül a feleségről, hogy lehet, hogy ez valamiféle szerep, vagy valamiféle, hogy mondjam, ilyen ostobán megalkotott terápia, amivel Adás próbálja addig piszkálni, hát ez ilyen fekete pedagógia, vagy poroszos megoldás, ami valahogy kimozdítja őt ebből az agyon traumatizált létállapotból, amit ő még nagyobb traumákkal próbál valamilyen módon kezelni, már mint a feleség. De ugye a vége felé azért látszik, hogy van benne valamiféle szándék vagy törekvés arra, hogy ezt a házasságot valamilyen módon megmentse, de már ő maga sem hisz benne, és végül az a sok terápia, amit választ, vezet el ugye Adás végzetéhez. De ez ilyen matrica és bélyeggyűjtő kislányok, meg takarékbetétkönyv szamárfülét vasalóval kiegyengető ilyen stréber mutatványok lehetnek azok, akik vállalnak egy ilyen tutyimutyi csávót, és feleségül mennek hozzá. Tehát azért azt is vizsgáljuk, hogy hol szerzett egyáltalán nőt? Hogy lett felesége és gyereke? Nyilván egy olyan felesége lett, ez fontos, aki ugyanígy a nyálával választja el a haját a busz megállóban 150 ember láttára, hogy Adás már nincs ilyen jelenet, de lehetne. Azért számolt bele, hogy Adás ugye kitűnő eredménnyel végezte a Lengyel Filmművészeti Egyetemet, ráadásul kapott egy lakáslócsban, és mindig sikerei voltak a nőknél. Tehát van egy sajátos sármjöradás, vagy egy ilyen leküzdhetetlen, vagy minden önbizalom hiány ellenére mégiscsak létező karizmája és sármja, ami első pillanatban működik a nőknél. Ezt látjuk a filmben, hogy nagyon sokszor betalál, és nagyon sokszor félrelép, vagy hát csalja meg a feleségét ilyen alkalmi kapcsolatokban. Aztán, amikor a tettek mezeire kellene lépni, akkor mindig elbukik, akkor valahogy mindig kasztrálódik. Mi ez a sárm, ami Adásnak van, amire a nők harapnak? Ez a József K.-nak a sármja. Ez a per hősének, Kafka hősének, József K.-nak. Ő, aki valahogy mindegyik nő meglátja, hogy vádlott, sőt azt is meglátja, hogy bűnös. És ezekhez, az ilyen bűnösökhöz valahogy ösztönösen vonzódnak a nők. Ezért aztán Adással tényleg lépten nyomon mindenféle nő összejön, de itt ebben a szituációban Adás nem a trófeákra hajt. Adás romantikus lélek, és Adás keresi az igazit, aki az ő Margaritája, ugye Bulgakov mester és Margaritájára utalva, aki az ő szerelme, aki már itt kell, hogy legyen valahol, már őt keresi sárga virágcsokorral a kezében, és minden egyes nőbe, akivel lefekszik, őt látja bele. Tulajdonképpen az édesanyját, akivel kapcsolatban azt reméli, hogy ezúttal nem női ruhába öltözteti, ezúttal nem azzal fogja, láttam a nemi szervét, hogy fúj, ezúttal fiúnak fogja nevelni, férfinak fogja nézni, ezúttal annak, akit fogja szeretni, aminek Adás érezni akarja magát. Van az a nő típus és tömegével, aki nagyon kihívóan öltözködik, mindenét megmutatja, talán élvezi is a füttyögést, ugye úgy tudjuk, hogy a nők fele felháborodik ezen, a másik meg kb. Annak öltözik föl. Vagy legalábbis így gondoljuk. Hát az arányokról lehet vitatkozni, de elkezdtem képzelni. Presszós csapos kinézetre, sminkeli magát, végigvonul, és belül végig a romantikus szerelemre egy rendes férfira vágyik, csak valami teljesen másnak öltözik be. Na most ennek az inverze, amit itt az Adás csinál, ő előadja a macsót, akivel kapcsolatban ugye sok nő odaadja magát, mert meglátja benne a feladatot, hogy na majd én megváltoztatom, előadja a macsót, rossz csalival megy a nőkre, miközben ő a romantikus kapcsolatra vágyik. Ez teljesen annak az inverze, mint amikor valaki nagyon útszélien öltözködik, és nem érti, hogy a férfiak, akik összejönnek vele, miért dobják el összegyűrve. Igen, de azért az jól látszik, hogy ezek az alkalmi kalandok rendszerint a szexről szólnak,
hatnának magáról. Szerintem hatnának. Adás magáról is elhallgatja az igazságot, hogy tulajdonképpen ő is csak hódít. Szerintem sokszor csak behazudja ezt hogy vagy hát teremköri egy ilyen hamis narratívát, hogy ő valójában a szerelmet keresi. De hát ezt teszi viszont boldogtalanná, ez a hamis narratíva. Viszont ha ez nyilvánvaló, hogy a nők tényleg arra használják, ami rendszerint fordítva szokott előfordulni, az eltérő nemi szerepekből, meg a, hogy mondjam, az eltérő történeti nemi szerepekből fakadóan, ezek a nők tényleg csak arra használják adást, hogy legyen egy olyan alkalmi partnerük, akinek a felszedése, a vele való közös légyottok tényleg nem rejtenek be úgyhol semmiféle rizikót. Adás nem fogja őket elárulni, Adás nem fogja őket lebuktatni, és nem fogja őket kellemetlen helyzetbe hozni, ők pedig biztosan nem lesznek szerelmesek Adásba. Hát szerintem meg ez nem az eltérő nemi szerepekből fakad, hanem az eltérő libidóból, meg a spermaszám és a peték számának az eltérő arányából fakad. És nem ezekből az úgynevezett nemi szerepekből, amelyekből te tanult nemi szerepekből, amikből minden különbség a férfi és a nő között. Nem. A férfiak azért használják többször a nőket, mint a nők a férfiakat, mert a férfiaknak sokkal nagyobb libidójuk és sokkal több spermájuk van arra, hogy ellőjék. Jó, viszont most elsősorban a filmről beszélünk, és én arról beszélek, hogy ezek a nők tényleg, tehát az Adással folytatott kapcsolat nem rejti magában azt a rizikót, hogy bárki is beleszeretne itt Adásba, aki pedig arra vágyik, hogy végre valaki beleszeressen, vagy legalábbis ezt állítja magáról, hogy erre vágyik. Minden nap úgy lépek ki a házból, hogy ma talán megtalálom az én Margaritámat. Hiszek benne, hogy összetalálkozunk és beszélgetni fogunk, mintha csak tegnap váltunk volna el, mintha régi jó ismerősök lennénk, és hogy ő is úgy érzi, hogy már régen szeretjük egymást, csak nem tudtunk róla. Egy csokor sárga virág lesz nála, arról fogom megismerni. Ja, Istenem, szegény Adás. Adás, az igazság az, hogy ennyire ábrándosan az ember nem találhatja meg a boldogságot. Mert ez ő valójában nem párkapcsolatra, nem partnerségre vágyik ezekkel a nőkkel. Ő valójában az életének a nagy megoldó képletét várja ezektől a nőktől. És a helyzet az, hogy erre egyetlen nő sem alkalmas, ahogy egyetlen férfi sem. Egy férfi legfeljebb arra lehet alkalmas, hogy partnere, társa, esetleg támasza legyen egy nőnek, de nem arra, hogy megoldja az életét. És egyetlen nő sem lehet arra alkalmas, hogy a férfi életében és lelkében tátongó hatalmas űrt kitöltse. Legfeljebb arra, hogy társa legyen, legfeljebb arra, hogy partnere legyen, vagy a támasza legyen. És sajnos itt a helyzet az, hogy túl nagyok az elvárások. Túl magasan van ez a nívópálca, vagy ez a referencia léc. És ezt senki nem tudja teljesíteni. Hát itt a probléma az, hogy amit megint csak az, mindhárom filmben közös, hogy amit Adásnak egy terápiás munka keretében kellene megoldania, azt várja az első filmben a kényszereinek a teljesülésétől, a Bolond egy napjában, a Mindannyian Krisztusok vagyunkban, a következő körpiától, és itt meg a következő nőtől, akit ágyba visz. De ezek soha nem teljesülhetnek, mert a probléma nem kívül van, hanem belül. Ezért kívül nem oldható meg sem kényszercselekvéssel, sem italozással, sem pedig újabb és újabb nők ágyba vitelével. Megjelennek ebben a filmben barátok? Mert most azon gondolkodott, hogy ha ugye női társad nincs ahhoz, hogy megold a problémáidat, mert eleve a nőkkel van a problémád, akkor mi a helyzet a barátokkal, hát akik ugye rávilágíthatnának arra, hogy mi a feladatod magaddal. Van egy barátja, aki időről időre felkerül az irodájában, vagy felkeres az irodájában, és mindig kiderül. Az olyan az iroda, mint az orvos barát irodája a Bolond egy napjában, hogy lehet, hogy ugyanaz a szoba. Ez és a mindig kiderül, hogy a barát már elszenvedett egy olyan furcsa, nem tudom, sérülést, ami az Adás
csalódást is elszenvedett az egy nappal korábbi aktusában, vagyis a barát mindig megelőzte őt azoknál a nőknél. Vagy megelőzte, vagy utána egy nappal, vagy előtte egy nappal, de mindegy. Nincs jelentőség, hogy melyikük előbb. Nincs mert adás ezekben a helyzetekben is tulajdonképpen második. Nem, egy romantikus, olyan... ő romantikus, arról van szó, hogy még csak nem is arról van szó, hogy második. Arról van szó, hogy ő az élete párját keresi, míg az a csávó meg csak csajozik. És nagyjából ugyanarra megy ezzel. Én azt látom, hogy az a csávó az bizonyos szempontból, ha nem is érettebb, de legalábbis a jelenre érettebb, vagy több köze van ahhoz az új lengyel valósághoz, ami a rendszerváltás után Lengyelországot sújtja éppen, amit mi is átéltünk a 90-es évek végén. Nem projektál többet ezekbe a szexuális viszonyokba, mint amennyit azok jelentenek, ellentétben Adással, akinek mindig többet jelent az adott aktus, mint amennyit annak a nőnek, vagy mint amennyit ennek a csávónak. Fordíts meg! Napot kívánok! Érdeklőd is szerették! Tessék parancsolni! Vezetékes telefonunk van! Az SMS számunk egy mobiltelefonszám. Mi akkor ilyenkor a kell? Mobilra tessék küldeni 0630... Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk! 0630... 01... 30... Igen? 011 0725, tessék visszaolvasni. Na, adj ide. Igen, pillanat. 06... 01. 01, egy nincs, csak 6. 0630 011 0725. Tessék, adom át a... valakinek a telefon. Na. Ennyi csókolom. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Marek Koterski filmjéről beszélgetünk, a Nem vagy te intéző című 95-ös általunk talált utolsó szinkronizált filmről a Adás sorozatból. Nem vagy te intéző, mire vonatkozik ez? Hát én azt hiszem, hogy nagyjából arra vonatkozik, hogy nem te vagy az, aki a filmgyártást, aki a Lengyelország rendszerváltás utáni értelmiségi nihiljét és csődjét, a nők orgazmusát úgy elintézed. Nem te vagy az. Nem tudjuk ki az, de az biztos, hogy nem te. Ennek a lengyel címe, nem tudom kiejteni szerintem, de Smisnyego. Nem intéző. Nothing funny, semmi, nincs itt semmi nevetni való. Nincs itt semmi látni való. Az angol fordítás az, hogy nothing funny, de szó szerint is a fordítása ennek a lengyelnek. Nálunk tudod, ez a mit néző, nem vagy te intéző. Takarodj el innen, neked nem osztottak de lapot. De mint hogy a Koterski mind a három film esetében azt állítaná, hogy az értelmiségi lét, amennyiben félretesszük a pátoszt, meg azt a sok mindent, amit maga az értelmiség projektál ebbe a létformába, tulajdonképpen csak teher. Adás küzdelmeit is azok a mítoszok, meg az a... még ha csak hézagos is, de azok a szépirodalmi képzőművészeti vagy filmelméleti ilyen narratívák akadályozzák, amiktől ő pont a megváltást reméli. Tehát, hogy mindenhol a Margaritáját keresi, ahelyett, hogy egyszerűen elválna a feleségétől és elindulna találni egy nőt végre, akivel boldogan érzi magát. Tehát valahogy ezekből a küzdelmekből is az egyszerű emberek emelkednek ki, már mint ebben a filmben is győztesként, vagy azok, akik ezeket a mítoszokat hajlandóak félretenni, vagy nem komolyan venni, vagy nem az egész életre vonatkoztatni. Tehát, hogy nem csinálnak a lét minden pillanatából egy ilyen nevetséges poézist, ahogy erre törekszik Adás minden egyes filmjében, hanem egyszerűen csak mennek előre, és egyszerű emberként cselekszenek. De valahol ez az intellektus átka, egy csomó mindenre, amivel te akár hónapokig el vagy, és nyomasz téged, és szorongsz miatt. A legtöbb ember azt mondja, az hülyeség, hát én azon nem szoktam én ezen gondolkodni, én egyszerű ember vagyok, és jó neki. Igen, csak ahogy mondjuk, mit cserébe tudom én... téged időnként szórakoztat is valami nagyon apróság, még neki lehet, hogy egy jóval nagyobb ingerküszöböt kell átlépjen valamilyen gicses táncprodukció, hogy egyáltalán fél szemével végigkövesse. Igen, csak tudod, mi tudjuk, hogy neki jó, ő nem tudja, hogy neki jó. Mert igen. Sosem élte azt, amit mi, vagy azt, amit Adás. Tudod, De mondjuk a rendszerváltáskori magyar filmművészet, amit egyébként szeretünk így átkozni, és mondjuk megfeledkezünk az olyan alkotásokról, mint a
Igen, és most itt sorolhatnánk a végtelenségig, de hogy... Milyen jókat mondtál. Igen, de hogy azért ezek a filmek mégiscsak az apokalipszisről szólnak, meg az értékek elmúlásáról, meg egy ilyen süllyedő örvényről, ami elragadott minket, és nem tudjuk, hogy hová vezet, míg Marek Kotersky azt állítja, hogy a demokrácia és a kapitalizmus igenis vezet valahová, és az emberek javarészének képes adni valamit. Mindössze az értelmiség bukik el, amelyik azt gondolta még a rendszerváltást megelőző időszakban, hogy valamiféleképpen nem csak hogy narrálja, de még közvetíti is az egyszerű emberek véleményét a hatalom felé is viszont. Azt mondtad, Robi, hogy de mi tudjuk, hogy neki jó az egyszerű embernek, ő meg nem tudja, hogy neki jó. Na de ezt meg is fordíthatnánk azért, ez úgy korrekt, ha azt mondod, és mi honnan tudjuk, hogy neki jó? Hát mi onnan lehet, tudjuk, hogy neki jó, mert mi sem voltunk az ő helyében, lehet, hogy neki nagyon rossz. Igen, de tudod, a jeleit annak, hogy rossz, viszont tudjuk olvasni. Nem voltunk az ő helyében, de felismerjük azt, akinek nagyon rossz, uh-huh. És felismerjük azt, akinek meg hát nem olyan nagyon rossz, és akkor azt mondjuk, hogy neki jó. De ő nem így gondol a világra, ő nem a jelekből olvas, ő egyszerűen éli az életét egyik napról a másikra, nincs tisztában azzal, hogy mit szalaszt el, illetve ha tisztában van azzal, nem tudja, hogy valójában abban semmi rigyes reméltó nincs. Igen, ez a film, illetve hát ezek a Kotersky filmek, ezek az értelmiség önfelszámolásáról szólnak. Arról, ahogyan az értelmiség szépen lassan elveszíti a közvetítő szerepét az elit és a tömeg között. Voltak olyan dicsőséges évszázadok, amikor az értelmiségnek igen volt egy ilyen funkciója, hogy a tömeg óhaját lefordította az elit nyelvére, az elit óhaját meg lefordította a tömeg nyelvére, és volt ez a közvetítő funkciója. De én azt gondolom, hogy az értelmiségnek sokkal nagyobbat kellett volna vállalnia ennél, sokkal nagyobb szerepe kellett volna, hogy legyen, csak hogy az értelmiség erre a szerepre tört. És amikor aztán jöttek a mi rendszerváltásunk, meg a lengyelek rendszerváltása után, a marketingesek, a PR ügynökségek, és azt mondták, hogy mi ezt jobban tudjuk, mi ebben profik vagyunk, majd mi közvetítünk a tömeg és az elit között, az értelmiség elveszítette a funkcióját. Mert ha ennél nagyobb szerepre tört volna, nem lett volna ilyen könnyen kiváltható, nem lett volna ilyen könnyen megkerülhető. De ő azt mondta, hogy ez lesz az, így teszem magam nélkülözhetetlenné. A tömegnek is szüksége lesz rám, ha szólalni akar az elithez, az elitnek is szüksége lesz rám, hogyha szólalni akar a tömeghez. És hát, amikor aztán jöttek a marketingesek és kiváltották őket, az értelmiségnek nem maradt szerepe. Az értelmiség elvesztette a tökeit. Ahogy ez számtalanszor megtörténik adással a film során. Margarita! Ó, nem addig van az. Ha csorgatom a nyálamat utána, ha beállok a rajongók közé a sorba, akkor vesztettem. Másmilyennek kell lenni. Kemény fickónak. Jó napot! És abban a pillanatban, míg lágy mosoly kíséretében végiglejtek a szőnyegen, azokra a hatalmas férfiakra gondolok, akiknek van vér a pucájukban, és lépteim határozottabbá válnak. Na mi a dalása? Mi a az? A hordod a nyakadon újabban, vagy mi a van? Ezt én is kérdezhetném a életbe. Tudod, mit te? Na és? Intézd el, ne lógasd a tököd. Magyarázd ezt annak a zsíros deszka nénikédnek. Na cső, és ne tökörész annyit, holnap már az egész nem ér egy kalap se. Köszönöm. Adam Małczyński. Adásnak életében először sikerült valami. Először is utoljára. És nagyjából utoljára. Besétál ugye a kollégához, ahol ott ül a kis ilyen filmsztárocska, ő vagy a jó nő, és előadja, hogy ő itt az intéző. Pont az, a film címének az ellentettjét. Fölveszi a telefont a nem is az ő irodájában, ami nem csörög, és nem hívott föl senkit rajta, és igen, nagyon leteremti a vonalhangot valószínűleg, majd rácsapja a telefon. És mégis fölszedi, olyan... és a igen, nő a következő jelenetben ott ül nála a lakásában, vetkőzik, jaj, nagyon melegem, és elkezd levetkőzni, és Adás előre néz, nem a nőre mellette, mert nem mer ránéz, mert annyira jó nő. Ez a csávos, akit nem tud igazán mit kezdeni a nőkkel, ha valakit nagy nehezen fölszed, azzal sem tud produkálni, még a szexet sem, nemhogy szeressék egymást,
És hát akkor mi a megoldás? Hát persze, hogy a Gina Lolo Brigidát kell akkor fölrengatni a nem valakit, aki egy elég átlagos ahhoz, hogy rendbe tegyen téged. Így járnak azok a férfiak, akik túl idealizálják a nőket. Így járnak azok a férfiak, akik olyan ábrándvilágokat támasztanak magukban, a belső moziukban, amelyhez aztán egyetlen nő sem tud felérni. Ők aztán mindig fölélőnek annak az adott nőnek, és amikor ezt korrigálni akarják, akkor meg mélyen alálőnek. Tehát akkor ugye ebből következik a gangstazoliság, és a gangstazoliság macsósága, hogy a gyengeségemet próbálom elrejteni, de így sem azzal a nővel beszélsz, azt a nőt célzod meg azzal, amit mondani vagy adni tudsz, hanem valakit nagyon fölötte, vagy hogy ezt korrigáld, valakit nagyon alatta. De hogy valójában Adásnak soha nem tud kialakulni partneri kapcsolata, kölcsönös tiszteleten, kölcsönös megbecsülésen alapuló, korrekt emberi kapcsolata, amire alapozni lehetne egy jó házasságot, vagy akár csak egy jó párkapcsolatot. Semmi ilyesmi nem tud megvalósulni, mert Adás ebből az ábrándos hőszerelmesből soha nem tud eléggé keveset visszaigazítani, visszakorrigálni, hanem akkor meg előadja, hogy ő az intéző. Pedig hát nem az intéző. Hát hogy az egyik hazugságból a másik hazugságba leng át. Mert elájul, nem... amikor le kéne feküdni ezzel a nővel. Elájul. Igen. Nem béna, vagy valami, elájul. Egyébként ez a film talán a legkatartikusabb és legviccesebb pillanata, és ez egy ilyen személyes élmény, én ezt a filmet a 90-es évek közepe óta vadászom, akkor láttam egyetlen egyszer, és már semmi nem maradt meg emlékként ebből a filmből, csak ez az egyetlen jelenet. Amikor Adás tényleg összeszedi magát egy pillanatra, amikor olyan, mint amilyen a saját vágyott énképe, mint a szuperegója, és összegyűjti az összes életerejét és energiáját, és abba az egyetlen pillanatba sűríti, nem véletlenül utána rendezi. Ugye azt is bemutatja, hogy mi történik a jelenet után. Adás vagányul kisétál a szobából, majd a szoba bejárata előtt összecsuklik, és összeomlik, és elájul. Igen, annyira összeszedte magát, hogy beleájul. Igen, évekre előre elhasználta minden férfiasságát, minden tesztoszteronját és minden potenciáját. Amúgy én úgy gondolom, hogy itt megjátsza magát. Idézőjelben a jó célért, hát föl akar szedni egy nagyon jó nőt. Ellenben a legférfiasabb pillanata Adásnak a filmben, amikor felhívja az operatőr barátját, hogy akkor most volna lehetőség közös filmet csinálni, de az be van táblázva, mert egy sikeres ember majd csak 3 hónap múlva ér, ami egy normális dolog lenne, és úgy leteremti igazságtanul rossz célból, viszont valóban férfiasan. Tehát ott tényleg kijön belőle az állat egy pillanatra, hát nem egy nővel szemben. Ember, hanem egy férfi. Igen, de abban azért van egy csomó irigység, sikertelenség, illetve ilyen, mondjam, ilyen karrierféltés, vagy ilyen hogyne. Hát meg van benne egy ilyen csesz meg a fűnyíródat nyuszika. Igen, de ez még mindig a póz, ugye mind a ketten nyilván ugyanakkor jártak egyetemre, valószínűleg barátok lehettek, ugyanazt a filmművészeti főiskolát vagy egyetemet végezhették el, és amíg Adás maradta ki volt, bár most az állam jó voltából 40 évesen mégiscsak belevághat az első film elkészítésébe, addig a valamikori barát, az operatőr már valószínűleg a sokadik filmjét készíti, ráadásul valószínűleg nagyon sok pénzt. Igen, nagy házában. Igen, látjuk, hogy nagyon sok pénzt is keresett. Telefonról az esőben hívja föl, miközben egy bottal próbál elhajtani egy kóborkutyát. Tehát nem ugyanabban. Igen, de ennek a telefonhívásnak minden pillanata arról szól, hogy Adás felhívja azt az embert, akivé lennie kellett volna, de nem sikerült. Mm-hmm. Szia, Valdi! Itt Adás beszél! Adi? 1000 éve! Mi van veled? Mit szólnál hozzá, ha együtt csinálnánk egy filmet? Ketten, te lennél az operatőrje a készülő filmemnek. Első filmes leszel? Hát, úgy néz ki. Ez nagyon érdekes. Várj egy kicsit, megtöltöm a pipámat. Csak hogy nyugodtan tudjunk beszélgetni, mert nekem ahhoz az kell. Most jöttem ki a fürdőkádból. Na, most már hallgatlak. És mi lesz a film címe? Kimerni 2 marékkal. Már látom a sorokat a mozi előtt. Tudnád mondani, miről szól a film? Hogy miről szól? Hát igen, 1-2 szóval. Mit mondjak? Ez azért is nehéz, mert a filmnek nem lesz klasszikus értelemben vett cselekménye. Olyan lesz, mint valami éber álom. Hallasz engem?
Igen, persze, éber állom, eddig minden világos. Hol az Istenben van a kutya gazdája? Vagy lehet, hogy ez egy farkas a közeli erdőből? Úgy néz ki, hogy farkas. Szóval, ahogy az előbb mondtuk, éber állom. Igen, 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 éber állom. Jó, ezt már tudom. Ez a te kutyád? Van kutyád? Kis kutyád? Nem, dehogy. Várj csak egy kicsit, kialudt a pipám. Biztos átázott az esőben. Megvan. Mi ázott át? Semmi, semmi. Szóval ebben az éber álomban a hős elbeszélget a képzeletének az alakjaival, akik megelevenednek és körülveszik. Na, mit szólsz hozzá? Hát, nagy kassza siker lesz. Tudod, vagy művész vagy, vagy pénzt keresel. Össze lehet egyeztetni a kettőt. És a határidők? Már is kezdhetnénk. Az nem fog menni, öreg. Most fejeztem be egy filmet, pihennem kell. Jól van, tudod mit? Akkor öreg, én itt állok az esőben, valami farkassal fiaskodom. Már évekkel ezelőtt megállapodtunk benne, hogy csinálunk egy filmet, de ha nem, hát nem, 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 nem. Csodálatos. Áldás a zuhogó esőben egy kutya ugatásával, és a kutya meg akarja támadni ezt őt. Ezt a kutya dolgot meg kéne fejtenünk egyébként. Ez nem ilyen egyszerű szerintem, mint amiről az imént, de mindegy, ezt majd térjünk vissza később. Jó. És akkor most. Itt van az operatőr, akivel hát együtt végzett annak idején a film művészetén, akinek hát bejött az élet. És ugye tudod, a kettőnek a problémája. Az egyikük, az ugye a szinkrohangja is Kautsky Armand. 90 fokban behajolva egy telefonfülkébe. Egy gyerek telefonfülkébe a zuhogó esőben, míg a másik problémája, hogy kialudt a pipája. Sejjen köntösben ücsörög otthon a kandalló. Most szállt ki a fürdőkádból. Igen. És készen állna arra, hogy megrendezze Ádás filmjét, illetve leforgassa Ádás filmjét. Igen, de tudod, Ádás az a két léthelyzet annyira különbözik, és itt Ádás, amikor befenyíti a barátját, mert akkor tudod, úgy van, hogy lehetséges, hogy van fűnyíró, de most már nyuszik a csesz meg a fűnyíródat, jó? Akkor hirtelen széttépi azt a telefonfülkét, így kitépi belőle a kagylót, a drótot a szájában fogva, az zuhogó esőben a kutya visszaretten tőle. És megsúnyul a kutya, mert azt érzékeli, hogy hoppá, mégsem ő itt az intéző. Ebben a szituációban. Mármint nem a kutya. Mármint a kutya érzi ezt, hogy nem ő az intéző. A kutya érzi azt, hogy hoppá, itt mégsem ő az alfa. És akkor ott hirtelen behúzza a fülét, farkát, és a kutya. Elkotródik. Egyébként a Kotersky megint csak annyira nem szolidáris a filmje hősével, hogy megint érzékelteti, hogy még a film koncepciója, amire egyébként a befutott és sikeres operatőrbarát gondolkodás nélkül igen mond, is valójában egy rakás szar. És a 80-as évek végig, 90-es évek elején magyar filmművészet legkellemetlenebb pillanatait idézi ez a koncepció. Ez a, hát a filmnek nincs hagyományos cselekménye, hanem inkább... Gárlőnyi nyomja, amikor igen, egyszer rendezőt alakít, hogy jó. Igen, hát az ember óhatatlanul a Kapa Pepe sorozatra gondol, meg ezekre a... Ezeknek nyilván vannak persze jól sikerült pillanatai, most ugye a Vörös Farok, de hogy azért mégiscsak ezekre a mondjuk a filmélményeire gondol ilyenkor az ember, ami kínos a... lesz, de az operatőr meg így hajtogatja rá, hogy ó, nagy kassza siker lesz. Igen, mert ő egy jó barát, meg felé, tudja, hogy kihívta, meg egyébként tudja azt is, hogy nyilván az, miután valódi első filmes lett Adás, ezért az állam ebben most beszállt pénzzel, tehát ez nem lesz, legalábbis az ő szempontjából nem lesz rizikós produkció, vagyis neki tök mindegy, hogy 70-en nézik-e meg, ennek vagy 7 millióan. Az állami pénznek szól az a lelkesedés a sajám köntösből a pipa mögül. Igen, de tudod, ebben a szituációban is kifejeződik Adás sorsának teljes csődje, hogy ő lement a telefonfülkéhez, mert úgy volt, hogy filmet rendez. És hát úgy volt, hogy megállapodik a filmnek az operatőrével, de aztán úgy alakult, hogy becsicskított egy kutyát az esőben. Na, valójában ebből ez lett. Élete legnagyobb sikere? Egyébként nagyjából ennek a kutyának az elhajtása. Igen. Igen, szerintem... Ez sem úgy indult, nem úgy indult, hogy ő becsicskítja ezt a kutyát. Úgy volt, hogy a kutya csicskítja be őt, ő meg filmet rendez. De ha nem rendez filmet, legalább becsicskítja a kutyát. E
Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Még mindig a Nem vagy te intéző című filmen vagyunk rajta, a műsor végig egyébként. Szóba került itt Margaréta, aki hirtelen ilyen nagy őnek tűnik. Ő, hát ugyanúgy ő ugyanúgy Margarita, mint az ital. Ja, jó. Ja, mert hogy a mester és Margarita. Oké. Na most ez a nő, ez az alpakka digger, ez a gold diggernek a prolipresszó változata, aki így egyik együttlakási kényszerből a másikba megy, és hirtelen az, akinél lakni lehet, az a nagy ővé válik. Szégyelli előtte magát valamiért az adás. Ugye együtt alszanak, tehát valami kialakulott vele, de aztán 5 perc múlva ez a nő már, bocsánat, szégyeni magát azért, mert az ágyban szellentene, és így félrevonul, és akkor 5 perc múlva a nő elhagyja azért, akinél lakni lehet, a haverért, nála van, és a haver így diszkréten beszámol róla, hogy te, amikor ti szexeltetek, neked ő is néha közben szellent, és kiderül, hogy a nő valójában ugyanolyan dologgal küzd, amit az adás elnyomott, ezért még együtt aludni se tudott a nőjével, és így az a hülye szégyene, ami miatt mindig gátlásai voltak, azzal a nő ugyanúgy küzd, teljesen jól meglettek volna, de a gátlásossága elrontotta. Én szerintem ez a szerelmek 80%-ának a története, de legalábbis az én felnőtt életem fele 28 éves koromig azzal ment el, hogy hát én nem merek szólni, hogy én milyen vagyok annak, akivel vagyok. Ő sem mondja el, hogy ő milyen, hanem úgy nagyjából úgy az étlap és az etikai kódex szerint körültáncoljuk egymást, ahogy azt tanította nekünk a Pretty Woman, vagy az akármi. Majd szétmegyünk, vagy megcsaljuk egymást, hogy végül is valakitől, aki kevésbé számít, mint akit szeretünk, elvegyük azt, amire vágyunk, mert azt, akit szeretünk, nem akartuk megsérteni azzal, hogy elmondjuk, hogy mit szeretnénk. És így valakik házasságokat 15, meg 30, meg 45 évig élnek le ebben az állapotban. Mindenki másnak elmondják, hogy mire vágynak, csak annak nem, aki velük van. Ez a szex közben fingás, ez annyira súlyos problémája adásnak, hogy gyakorlatilag gátolja a szexualitásában. Persze szegény adás azt gondolja, hogy ő a szellentéstől fél, pedig hogyha nem félne a szellentéstől, valami mástól kéne félnie, hogy ne sikerüljön, hogy ne működhessen, mert hát valójában az anyjával való kudarcos kapcsolatát, az ő el nem fogadását kell neki reprodukálnia ezekben a párkapcsolataiban. Ebből következően ez a szellentés probléma, ez csak egy aktuális kifogás, hogy miért nem sikerül. Valójában nem sikerülhet. Én még mindig a kutyáknál vagyok leragadva. Na jó, mit jelképez az a kutya, akit el kell hajtania az esőben? Nem csak ott, hanem ugye mind a három filmben a kutya visszatérő motívum, amivel a mindenkori adás megküzd. Tehát a mindenkori adások megküzdenek a mindenkori kutyákkal a legkülönbözőbb élethelyzetekben. Oda tojik a kutyás nő küszöbére, mint ember. Igen, a kutya mindig valamilyen gátló, nem is gátló tényező, hanem annál valami sokkal súlyosabb, valami nyomorúságos, ugyanakkor lehetetlen, kétségbejtő, méltatlan helyzetbe sodorja a főhőst, amivel neki nem kellene megküzdenie 20. századi kelet-európai magasan kvalifikált értelmiségét. Hát szerintem arról van szó, hogy adás az emberi konfliktusokhoz és emberi problémákhoz szeretne fölnőni. Ő neki emberekkel kéne viaskodnia, de nem jut el addig, hanem valójában ez a konfliktusa ezekkel a kutyákkal, ez a képtelensége arra, hogy emberi konfliktusai legyenek, hogy emberekkel harcoljon meg. Egyszerűen arról van szó, hogy a saját létrangja alatt él. És azt is vedd bele, hogy a kutyák minden ordinárisságuk ellenére, a szobatisztaság elérésének a hosszú ideje, meg azt, hogy szedi össze utána a parkban, meg azt, hogy minden szőrös följön az ágyra, beteg akkor összeállja a konyhapadlót és a többi, őket szeretik, jóformán feltétel nélkül fölmehetnek a kanapéra, bemehetnek az ágyba. És ezt a szeretetet, amit egy kutya gazda a kutyájának tud adni, azt ő emberként nem tudta
kicsavarni senkinek a kezéből. Meg azt érezheti, hogy azért egy kutyánál többet érek. És ebben bármilyen nyomorúságos is, ebben az adásnak igaza igen, van. De többet de nem... is várunk el tőled, mint egy kutyától, és annak nem tud de megfelelni. De nem kezelik többként. Tehát, hogy valójában ebben a kutyában, meg a kutya metaforájában az adásnak ez a mélységes létcsődje fejeződik ki. Az, hogy ő valójában ennél többet érdemelne, ennél többet érne, hogy ő most itt egy kutyával viaskodik, neki filmet kéne rendezni, és minden egyes ilyen szituációban ő neki volna egy életterve, de egy kutya közbelép. De ő igen, de ő pontosan azért háborodik föl ezeken a helyzeteken, amikor a többi ember, vagy az átlagember túllép. Hát igen, egy kutya. Őt mégis valamiért a kutya azért provokálja szerintem ilyen átlagfeletti módon, mert a saját léthazugságára emlékezteti, erre az emelkedett poétikus léthazugságra, ami ebből az értelmiségi létből fakad. Áldás azt hiszi, hogy ő a Parnasszuson él, holott nem, csak Lúcsban, amit egyébként gyűlöl. Áldás azt hiszi, hogy ő egy menő filmrendező, nem, egy szabadúszó értelmiségi, akit az állam tart el, valójában egy léhűtő, aki az átlag emberek pénzén, vagy befizetett adójából tartja fent az egyébként működésképtelen házasságát és kapcsolatait. Tehát, hogy Áldás valójában egy senki, pont annyira az ösztönei fogja szerintem, mint amennyire a kutya a saját ösztöneinek a fogja, csak a kutya nem csinál abból problémát, hogy ezeket az ösztönöket kiélje, míg Adás azt hiszi, hogy ő eltávolodott már az ösztöneitől, holott az ösztöneinek engedelmeskedve cselekszik szinte minden pillanatban, hiszen hát látjuk, mindent tehát az életének minden pillanatát egy be nem teljesült nagyívű ilyen, hogy mondjam, ilyen művészeti gesztusként él meg, ahol a hegyek mögött ott húzódnak az istenek, és a mélyben pedig a pokolban fornak azok a rettenetes eszmék és erők, amiknek a világra jövetelét irányítja ő éppen, vagy próbálja éppen kézben tartani. Nem, valójában csak dugni akar, meg enni akar, meg létezni akar, meg szaporodni akar, csak ennek a kiszerűségével ő képtelen szembenézni, és a kutya szerintem erre figyelmezteti mindent. Hát arról beszélsz, hogy az Adás az valójában egy kutya, aki embernek látszik. Nem, azt mondanám, hogy a kutya meglátja benne az ösztönlényt, és az Adás pedig meglátja benne saját magát. Azt, amit ő már szerinte ő maga mögött hagyott azzal, hogy egyetemre járt, hogy öltönyt visel, és hogy évfolyam elsőként végzett a filmművészeti főiskolán. Tehát ő nem a proliságától irtózik, hanem az ösztönlénytől irtózik, hogy attól akar távolságot tartani. A kutya proli azért is, de proliságtól is viselkedjen meg. A kutya nem viselkedik. A kutya csak él bele a világba, és tulajdonképpen ebben az állapotában jól érzi magát. És ez rendkívül sértő számára, hogy igen, ő ugyanannyit ér ezzel a tanulatlan ugatással, mint ő a filmművészet is diplomájával. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Bolond egy napja, a Mindannyian Krisztusok vagyunk, és a Nem vagy te intéző című filmek egyaránt megtekinthetők a YouTube-on. Tehát itt nincs kifogás, hogy jaj, hogy tudok hozzájutni, jaj, nincs meg szinkronosan, de igen, szinkronosan a YouTube-on. Úgyhogy megtekinthető, ugye innentől kezdve tényleg elvárás, a mi részünkről elvárás, hogy az, aki ezt a műsort meghallgatja, és ami okoskodásunkra kíváncsi ezzel a filmmel kapcsolatban, a minimum, hogy ezt a három filmet... Olvasó naplót fölolvassátok szeptember 1-én. Tényleg de most van rá egy tényleg maratok. Fönn van a YouTube-on ez is? Fönn van. Minek küldtem át? Tényleg, na ezek a jó kérdések. Minek küldted el? Én letöltöttem a Robinak természetesen a TK-ból, a Vico-ból kivettem neki a VHS-t, és utána pendrive-on odaadtam. Erre fönn van az egész a YouTube-on. Amit egyébként a Robi nem közösen a YouTube-on nézett meg. Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Jó, tudjátok mit? Akkor ott rohadjatok meg, ahol vagytok, és most megeszem a mikrofonkábelt. Jó napot, gyártásvezető úr! Szervusz! Az ott az a híd? Igen, az. De az a híd, az gyártásvezető úr. Mikor veszitek? Nem sokára, mindjárt. Edheinung. Mi? Pontban délkor. Már minden elő van készítve. Először visszavonulnak a hídon keresztül a katonáink. Aztán meggyújtjuk szépen a kanócot, és annyi. A levegőbe repül. A robbanóanyagot már elhelyezték? Természetesen, gyártásvezető úr. És ki fogja meggyújtani? A kirendelt tűzszerészek. Szakemberek. Most hol vannak? Ott a hegy lábánál. Elbújtak a bokrok között. És honnan fogják tudni, hogy mikor kell?
meg van beszélve valami jel? Igen, hát persze, természetesen minden meg van beszélve velük. És? Mi lesz a jel? A felvételvezető lány leveszi a sapkáját és felemeli. Leveszi a sapkáját és felemeli. Magasra. Engem észre se vett, rám se nézett. Akkor meggyújtják. És onnan észreveszik azt a sapkát? Persze, hogy észreveszik. Biztos nagyon jól látható, egyértelmű jel. Nézze csak meg, gyártásvezető úr. Itt volt a nagy alkalom, hogy végre rám nézzen, és örökre megjegyezze magának őszinte lelkesedéstől, odaadástól fénylő arcomat. Vigyázz, mielőtt kívánsz valamit, mert teljesül. Ebben a szituációban adás azt kívánta, hogy a producer, akit így gyártásvezetőnek hívnak, hogy ez jegyezze meg egyszer és mindenkorra az ő lelkes arcát. Hát ez megtörtént. Nem így képzelte. Hát igen, de ha belegondolunk, ez a pillanat sem szól semmi másról, mint adás gyötrő vágyáról, hogy valamiféleképpen feltűnjön, érdekessé váljon, valaki megegyezze az arcát. Ez sem illeszthető be a emelkedett értelmiség narratívába. Nem, hát megint ugyanaz történik, ami mindig. Intézőnek adja ki magát valaki, aki nem intéző. Igen, és a béta hím törleszkedik az alfa hímhez. Tehát tulajdonképpen, ha már a kutyás hasonlat, akkor ez tulajdonképpen áll. Be akarja mutatni a béta hím az alfa hímnek, béta hím, omega hím, hogy ő is ér valamit, ő is kironhat a vadászmezőre, és megküzdhet egyedül a rájuk leselkedő veszélyekkel, és hát így csüren a dolog. Megvan az Ékisfalu, a Bán János, ahogy megy a nagy szerelőmesterrel, és a lépését próbálja szinkronizálni, hogy ők együtt lépjenek. És mindig kijön a szinkronból, és ilyen kis ilyen őzugrándozásszerű tuninggal újra szinkronba kerül a, nem tudom, a melós mesternek a lépéseivel, mert hát ő hozzá tartozik, mint ahogy a Madagaszkárban a vaddisznó mellett megy valami kis ilyen nyomi bálat, és ő is ugye mi együtt vagyunk ki, együtt vagyunk gyúrósok, csak én 150 centi vagyok, ő meg 194. És ez az áldás, aki ilyen nevetséges módon törleszkedik a hatalomhoz és a nagy emberhez és az alfa hímhez, ugyanez az adás undorodik a liftben a proliktól és a kutyáktól. Uh-huh. Jaj, a lift, Jézusom, a liftben jön egy ilyen polák buszkemi, az ő Steve buszkemiük, megérkezik a liftben, az alsó szinten, a 10 emeletes házban, ahol a földszint a legalsó emelet, és megkérdezi, hogy felfelé? Hova menne? Oldalra? Ja, de tényleg hova menne? De a halálom ez, amikor a plázában így beállok a lift elé, ugye van egy fölfele, meg egy lefele nyíl. Megnyomod mondjuk a lefele nyilat. Oda jön egy ilyen nőszemély, ránéz a te pirosan világító, már megnyomott lefele gomboddal, és oda megy, és megnyomja még egyszer, és én ne tegyem szóvá, hogy tényleg annyira hülyének nézel, hogy egy gombot nem tudtam megnyomni, és ott világít, hogy megnyomtam, és még egyszer megnyomja, mert így engem nem tartott elég alkalmasnak, hogy hívjak egy liftet. Szerintem ez csak mágia. Arról van szó, hogy Adás nem tudja teljesíteni a saját referenciáit sem, amiket saját maga elé állít. Tehát nem, hogy a világ kihívásait nem tudja teljesíteni, hanem Adásnak van egy elképzelése arról, ahogyan az értelmiség elképzeli, hogy hogyan kéne a teljes társadalomnak élni, hogy méltó legyen az értelmiséghez. Csak hogy mi a helyzet akkor, hogyha ez az értelmiségi maga is egy hamis self, maga is egy kamu, maga is egy áruhás proli. Ebben az esetben nem csoda, hogy nem a világval kudarcot, az értelmiségi léthez való felnövekvésben, hanem maga Adás lépten nyomon a saját identitás hazugságához nem képes felnőni. Most már annyiszor mondtad, hogy értelmiség, én ilyenkor mindig kiiratkozom innen, hogy én ezt nem vállaltam, de hogy azt még posztmodernt meg még egyet sem mondtatok ma. Hogy fordulhat ez elő? És aztán a végén elhalálozik. Jegyezd meg, hogy minden nap egy harc. De végig kell harcolni. A kudarcaidért csak önmagadat hibáztathatod. Igyekezz, hogy ne üres kézzel kelljen föltápászkodnod. A papa megint elvágódott. Igen, hallom. Mit csinálunk vele? Levágjuk a fejét. Nem bírom, amikor harmadik személyben beszélnek rólam. Nagyszerű, levágjuk a fejét. Ülj a lábához. Mi van?
Beáta, Beátka. Most Beátka vagyok. Majd adok én neked Beátkát. Anka, beszélj anyáddal. Apa, feküdj nyugodtan, jó? Most a lábát. Hozd be a konyhából a húsbárdot. Mit műveltek? Elég volt a piálásból. Hozd már, Anka. Részeges. Ezt nem gondolhatod komolyan. Jól van, most tartsd a fejét. Tömd be a száját. Nem tetszi ez. Ezért felelni fogsz a börtönben. Nincs az a bíró, aki elítélne. Takard le az abrosszal, ne spricceljen a vér. Akkor tartsd erősen. Mintha letaglóztak volna. Bár egész életemben a ráktól féltem, és azt kívántam, bár csak hirtelen érne a halál. Azt az egyet nem gondoltam, hogy egy súlyos másnaposság állapotában fog bekövetkezni, és hogy egy hócipő által. Mi történt itt? Csak egy viccet akartunk csinálni. Ugye itt az történik, hogy letakarják a papát, és a húsbárdot egy gumicsizmára kicserélik ki nagyjából, és azzal csapnak a nyakára, tehát gondolom infarktust kap ilyettében. Adam szörnyet hal ebben a szituációban. Ő abban a hiszemben hal meg, hogy levágták a fejét, és a pedig lánya az a két és nő... és a felesége nevetgélve. Az a két nő, akinek az életét odaszánta, akinek az életét áldozta. Ez a két nő, tehát hogy ahogyan a nők, vagyis hát az anyja okozta az ő minden nyomorúságát, úgy a két másik hozzá legközelebb álló nő okozza a végzetét. És hogy egyben elveszi minden nyomorultságát, valójában, ha úgy tetszik. Valójában csak nem betetőzi, nem bevégzi. Valójában azért csinálják, hogy adásra ráijesszenek, meg azért csinálják, hogy adással szórakozzanak. Ebből majd tanul. Meg hogy igen, hogy talán majd akkor legközelebb nem iszik, vagy kétszer is meggondolja. Csak hát adás... Van ebben szeretet, én ezen gondolkodtam. Ebben az a nincs szemernyi szeretet sincs. És miért az anyjában volt? Lehetett, nem állítom. A kislánya iránt, hát de nem a fia iránt. Igen. De nem a fia iránt. Hát arról van szó, hogy Adás Adás nem azért hal meg, mert ezt a gyalázatos játékot űzik vele, nem kéne neki ebbe feltétlenül belehalni. Adás azért hal meg, mert ő nagyon is el tudja képzelni a lányáról, meg a feleségéről, hogy az a bárd, hogy az nem egy gumicsizma, hanem hogy most éppen levágják a fejét. Ő ezt komolyan elhiszi. Hát mert nagyon is rászolgált az igazság, ezt ő tudja a lelke mélyén. Nem, erre nem. Erre nem. Mármint arra szolgált rá, hogy a lánya és a felesége megvetésének és elutasításának a tárgya legyen. Tehát ott akkor abban a pillanatban ő érezheti azt, hogy most eljöttek érte. Ha nem is úgy, és nem is abban a formában, ahogy el szokás jönni az emberért, meg ahogy az igazság leszokott csapni a, nem tudom, egy civilizált társadalomban, mondjuk egy válás formájában az átlag alatt teljesítő családapákra, hát rá ilyes formán csapott le a sors. Nézd, be van rúgva ebben az állapotban. Tehát ami ezt a rossz viccet kiváltja a lányából és a feleségéből, ugyanaz az állapot teszi számára hihetővé, hogy ez tényleg megtörténik. Mert a realitásnak a felfogó képessége most éppen hát nem teljesen van az ő birtokában. Hát meg tudod, arról van szó, hogy olyan jellegű a kapcsolata a lányával, meg a feleségével, hogy ez nagyon is kitelik tőlük. Nagyon is belefér, nagyon is megtörténhet. Én azt hiszem, hogy egy férfi, akinek igazán szeretetteljes kapcsolata van a lányával, meg a feleségével, nem tud annyit inni, hogy egy ilyen szituációban elhiggye, hogy most levágják a fejét. Hát ő elbukott értelmiségiként, elbukott apaként, elbukott férként. Valójában az anyja bukott el anyaként, és minden egyéb bukás már ennek a következménye. De nem elbukott morális lényként az anya anyjáról. De nekem nem úgy tűnik az ő anyja, hogy az annyira traumatizált lenne. Nekem inkább úgy tűnik az ő anyja, hogy az anyja érzéketlen. Érzéketlen az iránt, hogy van egy fia. Érzéketlen az iránt, hogy a gyereke az egy önálló entitás, és nem pedig az ő sorsának egy alkatrésze, ami hát nem úgy alakult, ahogy a nő azt szerette volna. Nem tudjuk, hogy ki ez a nő, azért szerintem itt nem lehet ilyen messze menő következtetéseket lemondni. Valamikor a
40-es, 50-es években vagyunk, Lengyelországban. Nem lehet, hogy azt az anyát megerőszakolták a háborúban, és akkor a férfiakkal kap. Tehát ő fiúgyereket erre a világra hozni nem akar, mert az is csak ezt fogja tenni. Tehát valami férfi trauma lehet mögötte, ami meg egy másik ükanyának a nőtől származó traumától jön, akinek meg egy másik férfi traumája volt, és így elmehetünk az első barlangig, ahol egyszer valaki nem vette le a cipőjét befelé menet, és azóta szívjuk ugyanazt a... Feltételezhetjük, de... Lacival beszélsz? Igen, Laci nincs, volt. Nincs erre vonatkozó utalás. Ez volt, azt hiszem, Adás trilógiájának szinkronizált legjobb tudomásunk szerint vannak további Marek Kotarski filmadásról. Legalább egy vagy kettő, viszont nem tudjuk, hogy van-e hozzá felirat, illetve szinkron biztos, hogy nincs, de felirat lehet, hogy akad hozzá. Ha valaki ismeri őket és tudja, hogy hol férünk hozzá, az jelentkezzen. Mert hogy mi azért nagyon szeretnénk a Kotarski sorozatunkat, életműsorozatunkat végigvinni és bevégezni olyan módon, ahogy a Adásnak a sorsa, tehát hogy ne legyen jó vége. Köszönjük a figyelmet. Hello. Sziasztok. Köszönjük türelmüket. A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifert, Brandont és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.